A Burza Hungarika pályázat azt a célt szolgálja, hogy a szociálisan hátrányban élő családok gyerekei is kaphassanak támogatást a tanulmányaik folytatásához vagy megkezdéséhez. A jelentkezési határidő a napokban zárul, és a beérkezett kérelmeket a Város Szociális Bizottsága bírálja majd el. A nyertes pályázók az önkormányzat segítsége mellett 5000 forintos állami támogatásban is részesülnek. A pályázók egy EPER Burza felületen kell regisztrálniuk, és úgy tudják a pályázati űrlapot kitölteni, utána pedig a kinyomtatott űrlapot aláírva a hivatalban kell a szükséges kötelező mellékletekkel benyújtani. Két típusú pályázat van, az A és a B típusú. Az A típusúra azok nyújthatják be az igényt, akik felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton teljes időben hallgatók, illetve szociális rászorultság alapján jogosultá válhatnak, és az egy főre jutó jövedelem a családban az a kiírás szerinti összeget nem haladja meg. A kötelező mellékletek az A-típusú pályázat esetén hallgatói jogviszonyigazolás, az egyfőre jutó jövedelemnek az igazolása, ezen kívül a szociális rászorultsághoz, attól függően, hogy milyen szociális rászorultságról van szó, a szükséges nyomtatvány, például a munkanélküliség fennállása a családban, vagy hogyha súlyos betegség fordul elő, akkor orvosi igazolás. Tehát ezek a pályázati kiírásban szerepelnek, hogy milyen igazolásokat fogadunk el, és Bátaszéken lakóhelyen rendelkeznek. A B-típusúra azok lesznek jogosultak, vagy azok jogosultak, akik érettségi előtt állnak, vagy már érettségizettek, még nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, de szeretnének tovább tanulni, és itt is a szociális rászorultság feltételét, illetve bátaszéki lakóhelyen kell rendelkezni. A B-típusonál nyilvánvalóan a hallgatói jogviszonyigazolás még nem lehet, tehát ez nem kötelező melléklet. Az egyfőre jutó jövedelem a 114 ezer forintot nem haladhatja meg. Ellenkező esetben a család nem jogosult a támogatásra, mondta Kondicné Varga Erzsébet jegyző. Árva, félárva, vagy pedig súlyos betegség fordul elő a családban, akkor ez a jövedelem határ 128.250 forint. A képviselőtestület az ösztöndíj programra 1 millió 600 ezer forintot különített el, úgyhogy a Szociális Bizottság december 5-ig a beérkező pályázatokról döntést hoz majd, és ezt az összeget tudja felosztani a pályázók között, maximálisan havonta 10 ezer forintot tud megállapítani a pályázóknak, attól függ, hogy hány pályázat érkezik be, hogy ez az összeg hogy kerül felosztásra majd a jogosultak között. Ehhez járul még az előbb említett állami támogatás 5000 forintos mértéke is. Országosan évente több mint 22 ezer pályázó részesül támogatásban, és ez éves szinten 2 milliárd forintot jelent az országos büdzséből. Tavaly Bátaszéken 14 tanuló vehette igénybe a támogatásnak ezt a módját.